Az apró szerkezeten egy számsor látható, ami percenként megváltozik. Eddig ezt az eszközt, illetve a rajta látható kódot kellett használnia annak, aki az interneten szerette volna intézni banki ügyeit. Január 1-től módosult az OTP Bank internetes ügyintézése Szerbiában. Ez a rendszer Magyarországon már több éve működik. A tokeneket március végéig még használhatják az ügyfelek. Ezután viszont már csak kulcstartóként funkcionálhatnak. A rendszer úgy fog működni, hogy az ügyfél fölmegy az OTP honlapjára, beírja a saját azonosítóját, beírja a személyre szabott jelszavát, és ezután pár másodpercen belül mobiliára kapni fog egy kódot, amit néhány percen belül fel kell, hogy vigyen a rendszerbe. Ezután az ügyfél már gyakorlatilag a nap bármely pillanatában 24 órán keresztül használhatja a banki szolgáltatások széles skáláját. Új elektronikus szolgáltatásokat is bevezettek. Ellenőrizhető a folyószámlák, takarékszámlák állása. Bármely pillanatban lekérdezhető a banki vonat. Hitelkártyák számláinak kezelése és pénzváltás is lehetséges az új rendszer segítségével. A tokeneket nem szükséges visszajutatni a bankhoz. Az ügyfelek megtarthatják a készülékeket. A felhasználók bővebb tájékoztatást a bankfiókokban kaphatnak.